Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő jelenleg visszahúzódó, nem beszél érzelmekről. Olyan zárkózott, mint ez a lezárt kincses láda. Nem ír, nem beszél érzelmekről. Holott itt van ez az irat, ez a levél, tehát megtehetné ezt. De mi az oka, hogy most így viselkedik? A központi téma itt látható ezen a képen, és itt van egy uralkodó nő. Az lehet, hogy te vagy ez az uralkodó nő, ő bámul téged, feltekint rád, és nála megvannak ezek az érzések, amikor olyan kicsinek érzi magát veled szemben, nem mer közeledni hozzád, mert számára olyan vagy, mint egy királynő, mint egy császárnő, egy uralkodónő. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy valaki van a környezetében, szintén ezt a szerepet játssza, ezt az uralkodónőt, uralkodik felette, vagy parancsolgat neki. És az lehet, hogy neki elege van most ebből, és emiatt olyan zárkózott, visszahúzódó. Milyen ok lehet még, hogy most így viselkedik? Itt ezen a képen látható a gyermekkor, tehát vannak gyermekkori emlékek. Természetesen ezek lehetnek szép emlékek is, de akkor boldog lenne, nyitott lenne, beszélne érzelmekről. De mivel most visszahúzódó és zárkózott, az azt jelenti, hogy itt vannak szomorú emlékek, könnyekkel. Itt a képen láthatóak a kelyhek, és azok szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát megvannak az érzelmek kettőtök között. Sőt, itt megvan még ez a terüly-terüly asztalkám is. Tehát a jólét. Viszont a 9-es szám itt a képen a korlátozásokra utal. Ugyanúgy, mint itt ezek az oszlopok. Megvannak az érzelmek, de ő ezt nem mutatja ki. És mi történik még nála? Itt látható ez a meditáció. Lehet, hogy pontosan ezt csinálja. Megvan a meditáció, és befele tekint. Az ő saját érzelmei foglalkoztatják őt. Az is lehet, hogy részt vesz egy terápián, egy ilyen csoporton, és érdekli ez a spirituális terület. Itt, ahogy a képen látható, ez a vita, veszekedés, ez kiváltotta nála azt, hogy ő most visszahúzódik. Én úgy gondolom, hogy ez nem kettőtökön múlott ez a helyzet, hanem nála vannak kihívások. Másokkal vannak ezek a viták és veszekedések, de mégis azért kihat az érzelmeire, és pontosan így viselkedik, tehát visszahúzódik. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus indul az életben, és erre megvan a lehetőségetek. Itt ezen a kártyán látható a Mars bolygó szimbóluma, az azt jelenti, megvan nálatok az életerő, hogy kilépjetek ezekből a helyzetekből. Azon kívül látható a halak jegyének a szimbóluma, és a halak jegyénél szintén érzelmekről van szó, mert a halak jegye az a víz eleméhez tartozik. Ugyanúgy, mint ahogy a kelyhek szintén
a víz eleméhez tartoznak, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. A halak jegyében két hal van, két irány. Érzelmek, a negatív érzelmek, és a pozitív érzelmek. A negatív érzelmekhez tartoznak a félelmek és a bizonytalanságok. Az mindent lehúz, korlátoz. És itt is látható ez a korlátozás, amit a 9-es szám mutat. Viszont a pozitív érzelmekkel ki lehet lépni ebből a helyzetből, felemelkedni, mint ahogy itt a képen látjuk. A pozitív érzelmek a hit, a szeretet, a remény, a bizalom, és ezeknek a pozitív érzelmeknek van egy forrása. Ez az isteni életerő, ami bennünk is megvan, hiszen ez a belső forrás. Itt van kapcsolat az isteni hatalommal is. Gondolj ebbe az irányba. Tehát éld ezeket a pozitív érzelmeket, mert az hoz ki téged és őt is ezekből a helyzetekből. És akkor megváltozik valami. Pontosan ezekre a változásokra utal a sors kereke. Akkor ez a kerék mindig abba az irányba forog, ahogy te ezt elképzeled. És ha elképzeled azt, hogy ő nyitott legyen érzelmekről beszélni, kinyíljon ez a kincses láda, és megkapd ezt a szerelmes levelet, akkor figyelj oda a saját érzelmeidre is. És legyen egy elképzelés. És ha hiszel ebben, ha megvan ez a hit nálad, akkor ez az álom, ez az elképzelés megvalósul. Mert akkor fordul itt a sors kereke, abba az irányba, ahogyan te elképzeled. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!